A Baba Világ támogatója a Nestlé Egészséges Kezdet Egészséges Életprogram. A babatáplálás témái közül az elmúlt években szinte magasan kiemelkedik a tehéntej kérdés. Most akkor mikortól lehet adni a kicsiknek? Veszélyes vagy nem a korábbi bevezetés? Milyen hatással van a szervezetükre? Igyekszünk tisztázni a kérdéseket, és aki segít nekünk ebben, Kassai Krisztina védőnő. Most akkor mi is történik igazából? Egy éves korig úgy nagyon odafigyelünk a gyerekeknek a táplálkozására. Ugye először anyatej, aztán szépen elkezdjük a hozzátáplálást, de tényleg mindenki úgy, mintha egy vad erdőbe indulna el, nagyon óvatosan. És egy évesen viszont az volt, hirtelen a szinten a gyerek oda kerül a családi asztalhoz, és akkor most adunk neki mindent. Ez jó így, vagy azért kicsit be kéne lassítani ezzel? Egy éves kor után sem felnőtt még az a gyermek. Tehát a kis felnőttként kezelés az a táplálkozásában is veszélyeket rejthet. Tehát érdemes ilyenkor az igazán számukra készített élelmiszerekre, ételekre építeni. Természetesen az, hogy a családi asztalhoz ül egy gyermek egy éves kor után, az nagyon ajánlott, így szocializálódunk. De az, amikor megválogatjuk, hogy mit is adunk számára, akkor például a tehéntej az nem tartozik ide. Természetesen a tejtermékek bizonyos részét kaphatja már a gyermek, de mint ivó folyadékot a tehéntejet, a célszerű ilyenkor egy számukra speciális élelmiszerre, nevezetesen junior italra átváltani. Mik ezek a junior italok, és miben különböznek mondjuk a tápszertől, illetve a boltban kapható tehéntejtől? Nagyon nagy különbséget mutatnak a tehéntejhez viszonyítva. A főbb tápanyagok közül talán a fehérje tartalmuk, mennyiségük az, ami erre a korosztályra speciálisan egy csökkentett mennyiséget tartalmaz, és a vitamin ásványag összetevőit is, azért, mert egy pici babáról, kisgyermekről beszélünk, néhány mennyiségét le kellett csökkenteni, és néhány mennyiségét pedig meg kell emelni azért, hogy a fejlődésüket a legmegfelelőbben tudja szolgálni. Mondjunk erre példákat, hogy mik azok az anyagok, amiből több van mondjuk még egy ilyen. A vitaminok, ásványanyagok területén talán a vas az, ami a legismertebb. Szinte minden édesanyja, hiszen terhessége alatt ő is szedett valamilyen formában vasat. Tehát ez az a ásványi anyag, amelyből jóval többet tartalmaz, mint a tehéntej, és ennek a felszívódása is sokkal tökéletesebb, mint a tehéntejben lévő. De például a nátrium, amit nagyon jól tudunk már felnőttként is, hogy nem túl jó a szervezet számára, abból viszont jóval kevesebbet tartalmaz. Mi az, amire figyeljünk még oda extrán, ami nagyon jót tesz a gyerekünknek? Egy édesanyja, amikor a gyermekének szeretne valamit adni, akkor ki tudja választani, hogy melyik az a legmegfelelőbb. A junior italok közül vannak az opcionális összetevőkben nagy különbségek, tehát ezek azok az hozzáadott plusz értéket jelentő összetevők, amelyek a tápértéke mellett valami plusszal is gazdagítják a gyermek szervezetét. Ezek közül például az élőflórát tudnám kiemelni, amely kifejezetten azt segíti, hogy az emésztés megfelelően zajlódjon, és az immunrendszert is nagyon jó irányba tudja segíteni, támogatni. Ezeket a junior italokat mire használhatjuk? Nagyon fontos, hogy ezek tejital alapok, amelyek otthon házilag gyümölcsel ízesíthetőek, turmix formájában is elkészíthetőek. Természetesen fel lehet használni főzéshez, sütéshez is, bár akkor tudni kell, hogy a bifiduszok, azok a magas hőmérsékleten elpusztulnak, tehát amikor arra gondolunk, hogy védjük a babánkat, akkor ezeket normál tejitalként ízesített formában akár lehet fogyasztani, ha megfőzzük, akkor már ez a hatása nem fog érvényesülni, de a többi értékes összetevője az a baba pocakjába fog landolni. Mennyi idős koráig használhatjuk? Meddig jó neki? A lényeg az az 1-3 éves korosztály. Nagyon szépen köszönjük, remélem, hogy sikerült ezzel eloszlatni a kételjeiket, és most már megvan az, hogy egy éves kor után a gyermeknek milyen ivófolyadékot adjanak. A Baba Világ támogatója a Nestlé Egészséges Kezdet Egészséges Életprogram.